Sziasztok! Sziasztok, sziasztok, gyertek, gyertek! Kérlek, majd írjatok, hogy jól látok-e. Évi, Évi, kérlek, kérj, Marian, sziasztok, hogy jól hallotok, jól láttok? Sziasztok! Hallotok, láttok? Lilla, valaki írjon már, kérlek. Látszik minden, hallani és hallatszik. Nikol, szia! Minden jó. Itt van Évi, itt van Nikol, Lilla, Marian, úgyhogy kezdhetünk. Nélkületek sehova. Jól hallatok. Oké. Okay. Hát ked van, 7 óra, csajok. Hol lennénk máshol, nem? Kint hideg van, bent meleg. Tu en beauty élő. Sziasztok, sziasztok. Hát a kemény mag, igen, Pontosan, a nélkületek el se kezdem. Jól van, látom azért gyűltök, remélem még leszünk többen is. De addig szerintem belekezdek, és akkor majd úgy is jönnek a kérdések, hogy visszanézhető -e, meg ilyesmi, de ezt már szerintem mindenki tudja. Próbáltam úgy állítani a telefont, hogy látszódjanak itt ezek a kis csodaságok. Mindig itt vagytok. Nagyon örülök ám nektek. Ó, látom, jöttök, jöttök, jöttök. Jól van, jól van, csajok, örülök nektek. Hát akkor sziasztok, a, akivel először találkozok, annak bemutatkoznék, mi Álta vagyok, a Tóem Beauty Fejlesztő Oktató Körmöse. A szokásos keddi 7 órán most én vagyok a soros, úgyhogy most uh, hoztam nektek sok újdonságot, nem sok újdonságot, csak. Uh, több félét is, vagy nem is tudom, hogy mondjam, lesz benne sok és nem kinek, sok, majd meglátjuk. Lesz egy pár dolog, ami azóta, múlt hét kettő óta, ugye újdonságaink, amiket látjátok itt a kis monitoron. Ezek ilyen kis mianyag dobozkák, de nem tudom, láttátok-e már a weben. Ezek Viszonylag újak itt múlt héten jelentek meg. Ezek ilyen maszk tartók is dobozkák. Mindenféle színbe mutatom. Itt a sárga, a rózsaszín, a fehér, a piros és a kék. Persze, a kéket hagyom utoljára. Jó? És akkor ezt meg is mutatom nektek, itt a pirosba ö, én dugtam el nektek, látszik a lámpám is, majd egy picit így elfordítom addig, jó? Ne tükröződjön nagyon vissza, hogy hogy is működik ez, de mindjárt elteszem, mert nem férünk bele. Tehát van ez a kis műanyag dobozka, ami ugye tartó lenne, még sajnos mindig bolszkodunk ezzel a, a maszkokkal, szerintem még egy ideig fogunk, de majd azt is elmondom, hogyha mi van, ha nem. Tehát ilyen kis patentos, kis vékony dobozka, ez pont akkora, Körben még mindig a 381-es van, igen, illetve már megint. Na, tehát ez a kis dobozka, ez pont akkora, hogy belefér a maszk. Így, látjátok? Egy picit nagyobb ez, mint a telefontok, és akkor ebbe most beleraktam ezeket az új maszkokat, ez a Love. Történetes, egyes, kettes, kinek melyik tetszik, azt hiszem ez a neve is, hogy láv egy-kettő, hogyha valaki akar rendelni. És ezek így szépen beleférnek ide. Ezek egy picit nagyobb maszkok, mint ezek a, a hagyományos maszkok, én úgy látom, de így pont jó, tehát ez így ide pont így belefér és akkor be tudjátok tenni a táskába, készítettünk már ilyen kis videót Lillával, ami majd fel fog kerülni, hogy így belefér a táskába, nem gyűrődik össze, nem, nem koszolódik össze, hogyha ugye többet kell egyszerre a táskába tartani, mert gondolom mindenkinek van így tartalékban, nekem szana szét, csak mire kikerül addigra már össze is gyűrtem és koszoltam, úgyhogy ezek most így erre tökéletesek lesznek. Ugye a rózsaszín, sárga és a kék jó, ezzel meg, meg még a, az adásom végén majd még mutatok egy meglepít amire még esetleg tudjátok használni én már ezt kitaláltam, mert én már látom benne a mindent hogy ha esetleg nem lesz rá szükség, vagy akár még így most is, akkor ebbe tudtok tárolni mondjuk is matricákat, vagy akinek még nincsen nyomdalemez tartója, de erre van külön, külön ilyen kis lapozgathatós történet, matricákat tudtok beletenni, akkor ilyen apró kis díszeket esetleg, vagy még a transferfóliákat bele tudjátok tenni, és akkor nem gyűrődnek össze-vissza a fiókba, hanem ezt is szépen így be tudjátok tenni, és akár akárt, ö, többet is így egymás mellé nagyon kevés helyet foglal el. Szerintem tök praktikus. Ha vég lesz a maszk szezonnak, akkor utána annak is tudjátok használni, de én már szerintem most fogom használni ennek, mert nekem ezt így most nagyon megtetszett. Én nagyon szeretem ezeket a kis dobozkákat, tárolókat, jó? Úgyhogy ezt nézzétek meg, és használjátok. Akkor ezeket most én félre is raktam. Na, amit még hoztam, hát ugye, amit ígértem nektek a legutóbbi ö, élőmben, biztos sokan itt voltatok, és emlékeztek rá, hogy azt ígértem nektek, hogy ezt a nyomdázást én felfogom nektek így építeni a kezdetektől, és akkor különböző ö, praktikákat, ö, trükköket fogok így ö, ö, ráépülve az alapra ö, nektek mutatni. És... Ö, és akkor ugye most ígéretemhez híván ezt fogom nektek a mai nap prezentálni, de még előtte szeretném megmutatni, hogy azóta milyen lemezeink jelentek meg. Nyomd a lemezeink, jó? Megpróbálok ide bevilágítani. Picit visszaállítom, bocsánat a kamerát. Jó, és akkor valahogy Próbálom úgy, hogy ne tükröződjön vissza. Gyorsan átlapozni ezt a, ezt a hát szerintem tíz biztos, hogy megjelent azóta, amióta nem találkoztunk, nyomdalemez. lemez. Csillaszabó, beszéljek pár szót a körmöcskémről. Mit szeretnél róla, a kis körmöcském? Mert ö, vasárnap készítettem el, mert nagyon a, nem volt már publikus ez a 381 géllak, 81-es géllakkal van, az a csillámos kék, az az opálos fehér, ugye a közkedvelt 109-essel, és akkor ugye a kövek tömkelege, amitől nem tudok szintén uh, szabadulni, úgyhogy ennyit szeretnék a körmöcskémről uh, elmondani, de nem tudom, mire vagy még kíváncsi. Jó? nagyon szeretem ezt a kéket, ugye, akik követik a, a, munkásságomat és ezeket az élőket, hát jó részt, ha nem kesztyű volt rajtam, akkor, akkor most ez a, ez a kék a szerelmem, ez a 381-es csillámos géllakocska, és hát szerintem még <laughs> egy ez is lesz, hát ha megunom. Vagy így temettek el, már az is lehet, hogy még 40 év múlva, és ugyanaz a szín lesz a körmemen. Na, de térjünk vissza akkor a, a szívesen a lemezekre. Remélem, hogy azért valamennyire látjátok, mert nagyon tükröződik, próbálok, hogy ne csak a... a lámpa tükröződése látszódjon benne tehát itt van egy 32-es lemezdke, amin ezek a minták található, mindenféle ilyen kis alakzatos remélem látjátok jól akkor itt a következő ez a 33, most jó közelről meg tudjátok nézni és, ja, és tükröződik a telefonom, és az is türkiszkék, hogyha nem vettétek volna a észre csak jelzem ezen is mindenféle ilyen márvány minta van, háló, egy ilyen vetörtüveg valami, és ilyen kis cukiságok, jön a 34-es, szintén ilyen mindenféle kis mintával, falrezettel, hullámokkal, virágokkal, vegyesen. Látjátok jól? Remélem, én itt úgy nézem a monitoron, hogy azért jól látszódik akkor van egy 35-ös a Miki egértől kezdve egy kicsit ilyen nyári feeling kis részlettel, és hangjegyek, szívecske, minden is, amit akartok. Ó, és akkor itt jönnek a kedvenceim, mert én ezeket az ilyen kombináltakat nagyon szeretem, a kis virág, a kis csíkkal a mindennel, Látjátok, olyan buli. Fogok majd díszítéseket is mutatni nektek ezekkel. Azért szerintem ebben mindenki talál magának a, a mintát, ami esetleg tetszik. És ugye az örök, örök nőc is az örök, örök csipke, kis virággal, másik kedvencem. A 37-es, ez a kis cukiság, viszonylag vékony. Francia végbe is lehet ezeket a mintákat tenni, vagy ahova fér. Van, akinek mondjuk ekkora a kör, mert az egészet beteríti, nem? Na, mit rendeltek már, Nikol? M melyiket mind? Mind is. <laughs> Akkor itt vannak a, ezek a. De még várjatok, még majd meglátjátok, mi lesz ezután. <laughs> Sí, besírtok. Na, itt vannak ezek a kis vékony vonalas kis mintácskák. Ez is nagyon kedvenc. Mindenféle ilyen kis cukiság. Nem baj, hogyha nem fér rá az egész a körömre egy-egy részlete is teljesen jó, vagy csak a felét rátenni. Mindent is. Hát pakoljatok, pakoljatok, csajok. Van belőle elég, remélem nem fog elfogyni semmi jön a következő, a 43-as, az előző az 41-es volt, nem tudom, hogy mondtam-e, ezt így fordítom már, ez így. Na nézzétek csak. At a telefonomon kívül, meg a lámpán kívül. Így ide teszem, itt talán nem tükröződik benne. Az csodás ez a nyomdalemez bemutatásom, úgy nagyon élvezem, hogy látszódjon. Ezen ilyen kis tuki kis tavaszi kis virágok vannak nagyon szeretem. Ezekkel a lemezekkel csináltam a múlt héten egy csomó ö, videót, úgy, úgy hogy azok majd hamarosan fent lesznek egy-két héten belül. És akkor van egy ilyen kis esős, esős projekt is, de hova tegyem már, hogy ne látszódjon benne csak a telefonom. Látjátok azért jól? Van cica rajta, van csajos szerelmes páros, aki nagyon szereti, vízcseppes. Úgyhogy ez is egy ilyen kis vegyes, a 45-ös. Vegyes tukiság. És akkor utolsó, egy kicsit készülvén a húsvétra, az 59-es. Ezeket a lemezeket nem sorrendbe, számsorrendbe adjuk ki, mint ahogy láttátok, így viszonylag nem egymás után következnek, tehát nem törvényszerű, hogy egymás után következnek a számok, hanem témák szerint, ugye aktualitás szerint. És akkor itt vannak a kis nyuszikák, meg minden is. Mert itt a nyakunkon a húsvét, meg a karácsony. Nem már csak párat alszunk, és megint karácsony. Oké. Okay. Na. Szerintem elég jó kezek is. Ez a tíz darab egyenlőre, úgyhogy ebből szemezgessetek, de a hírlevélben ugye mindig benne van, hogy melyik nyomda lemezek jelennek meg. És akkor ott utána iratkozzatok föl, és akkor minden, minden újdonságokról, minden eseményünkről, minden aktualitásról fogtok értesülni, és akkor nincs az, hogy ne lemaradtam, meg én nem tudtam róla, meg úristen, meg miért rendeltem, mikor következő alkalommal jobbak jelentek meg. Na, és még akkor ezek a lemezek, és még van egy nagyon-nagyon szuper újdonság, ami visszafordítom a lámpát, egy picit beállítom a fény, kis nyiszorgósommal, oké, okay, csajok. Na, egy olyan dolog, ugye folyamatosan a múlt héten is ha is bemutatott egy-két ilyen pigment port ami megjelent meg folyamatosan fognak nekünk ezek itt megjelenni szebb hát be fogtok sírni annyira jó és és most mutatok nektek egy olyat amitől szintén be fogtok sírni egy Ilyen csoda pigmentport, de várjatok ide, megágyazok, mert uh, itt minden is pigmentporos lesz. Teszek ide egy ilyen alátétet. Jó, nézem, hogy közben, hogy mit írtok. Szuperek a lemezek, egyik jobb, mint a másik. Uh, jó. Oké, okay, mennyibe kerülnek, milyen lakkel kell hozzá? Uh, ezek a fent vannak a weben, én nem tudom a, a, az árukat a nyomdalemezeknek, nem csak annak, semminek, úgyhogy azt meg tudod nézni a weben, és hogy milyen lakkel hozzá, ugye az, az, előző élőmet, hogyha nem láttad, akkor vissza tudod nézni akár a YouTube-on, vagy itt a Facebookos oldalon, nem tudom pontosan, hogy mikor volt, de hogyha rákeresel a nevemre, ja nem, pont egy hónapja, azt hiszem, pont 16-a volt az is, 4 héttel ezelőtt, akkor vagy a Youtube-on uh, csatornán a, a meg tudod nézni, ott a kezdetektől, ugye, hogy hogyan kell használni a nyomdát, milyen anyagokkal uh, nyomdázunk, de ebbe a videómba is fogok nektek nyomdás díszítés mutatni, úgyhogy uh, vár csak ki a végét, Gabriella. Jó? 8.90 valaki írja, szuper! Oké, okay, 8,90. Na, folytatom. Na, itt van egy metal pigment power. Ide próbálom a lámpám alá tenni. Elég jó egy ilyen bronzos szín. Itt a hátuljában látjátok, hogy nagyjából ez milyen. Ugye? Na, de ez nem csak egy egyszerű metálos pigment porám. Na, mit gondoltok? Milyen lehet? Hát, még a másik kedvencem, mágneses. Ez egy mágneses pigmentpor, hogy azért teljesen ne veszünk el a pigmentporok világába. Ez egy ö, fém ö, részecskék is vannak benne, és ö, mutatom, hogy ezzel a porral milyen lehetőségeket tudtok csinálni. Jó, hát itt ö, most ö, Magnesezzük, díszítjük, mindent is megmutatom, hogy hogy tudjátok a legjobban felhasználni ezt a port. Jó? Most ez lesz a következő kis csudi. Amit ugye tudunk, hogy az ilyen mágneses géllakokat, vagy effekteket, vagy valamit, azt mi ugye jobban szeretjük sötét alapszínekre tenni, mert jobban kiadja a fényét. Én ezt megmondom őszintén, hogy... Nagyon világos alapon nem próbáltam, illetve ezt jobban ajánlom inkább sötét alapra. Én most egy fekete alapot fogok hozzá használni. És hogy megkönnyítsem a munkámat, úgy fogom ezt használni, hogy én eleve egy ilyen lemattított fekete tippet használok, hogy megspóroljam most a kétsordul a 39-es feketével való géllakkozást. Jó, tehát vegyük úgy, hogy ez, ezt ti már meg, megadtátok neki a, a szint, akár zselével, akár géllakkal, bármivel. Jó, tehát fekete az alapszínünk mindig. Amit ö, fogok hozzá használni, az ugye van a, a Master Cool-nak a black topja. Ugye ezeket a, ezt a black topot, ezt inkább sötét színekhez preferáljuk, nem lesz ilyen kékes fénye, nem viszi el a színt, ez, ez igazából uh, ilyen uh, színhű marad. Jó, tehát a black top, majd csak felborítom itt, aztán is inkább elteszem innen, mert félek mostanában amilyen pekszériában vagyok, szerintem jobb, hogyha elpakolok mindent a kezem elől. Ebből a black topból húzok egy sort, az előzőleg kilakkozott fekete körömre. Na most fogom ezt a kis porocskát, veszek egy ecsetet, meg a kis poromat készítek ide egy törlőt és egy zselés ecsetet fogok hozzá használni ide. és mivel hogy nem hoztam el azt az ecsetemet amit igazából szerettem volna így egy sima zselés ecsetet veszek ki port és szépen ide fölviszem erre a felületre, és mintha kilakoznám, kicsit mellé viszem, hogy nehogy hogy és így szépen eligazítom, látjátok, elég könnyen terül, és amikor már felvettem, egy ilyen felületet kell, hogy kapjak, amikor felvettem, akkor nem tudom mennyire jön át, de egy picit ilyen rosszgoldos, tehát nem ez a bronzos ö, színe van, hanem fel kell, mert a különbséget? Egy van baromi jó, Rosgoldos szín. Nem, nem kötteted, nem lámpázod, Évi, így a ragacsos rétegbe beleteszed, hiszen ha megkötteted a ragacsos réteget, akkor utána nem fogod tudni megmágnesezni. Oké. Okay. Na, veszem most először ezt a kétoldalú mágnesünket, ugye az egyik felén ez a kis gömb van, a másikon meg ez a téglalap. Ez egy nagyon jó erős mágnes, kezdjük az alapokkal, jó? Simán fogom, ide teszem fölé, elszámolok egy, kettő, háromig, és megmágnesesztem. Na, elég jó, nem? Aztán utána, amikor ezt megmágneseszted, akkor utána kötteted. Nem sokat beszélsz, mint én, mert akkor közben elmegy, visszacsúszik. Tehát ezt így egyessével mágnesezzétek, ugyanúgy, mint a mágneses géllakkokat, és akkor utána, uh, utána azonnal, még a körmömhöz is ragad a golyókhoz, jó mi? Utána azonnal tegyétek lámpába, hogy ne tudjanak a pigmentek visszacsúszni. Jó? A következő, ezt ugye köttettem, a fénynek a köttetés ideje, az kb. egy, egy perc. A fél perc után kivesztitek. Látjátok, ott van benne a csík. És igazából ezt nem kellene már mm, toppal befedni, mert ugye ez toppa van benne, de hogyha egy magasabb csillogású, egy ilyen vizesabb hatást szeretnétek elérni, akkor fél perc után kiveszítek szépen, és befeditek szintén valami toppal, ugye én ajánlom hozzá ezt a Master Call Black toppot. Remélem mindenhova jutott. És akkor ennek a topnak ugye a lámpázási ideje ez egy perc. Na jön a következő. Ugyanaz a történet. Fekete alap. Tippet megigazít. Master Cool Top, vagy Master Shine Topot is használhattok. Úgy szépen. Egy réteget tesztek rá. Jön a következő. Ugyanaz. Kicsi por. Nem kell sok, mert úgyse fér el benne szépen ide rásímítom, eligazítom. Kicsit sokat vettem, lesz óródott. Nem tudom belőni, hogy ez hatalmas tippekre, hogy mennyi kell. De nyilván, hogyha kisebb a köröm, akkor kisebbet ö, tegyetek. Na most fogom, és a kis mágnesemnek a kerek felét használom, amivel baromi jó ilyen szemet tudunk ide a közepébe tenni. Látjátok, milyen jól lehet közelítek, távolítok, akkor mennyire jól adja a mintát. Tehát ugyanolyan, mint a mágneses géllak, hogy így lehet vele így játszani. És mindjárt azt is megmutatom, most direkt csinálom ezt nektek, azt is megmutatom, hogy mi van, hogyha, most nem tudom elrontani, de mi van, hogyha nem oda megy a csíka, ahova szeretnétek, nem kell letörölni, hanem fogod, és ugyanúgy visszaigazítod ezzel az ecsettel, ha véletlenül nem jól sikerült a mintád, visszaigazítod ezzel az ecsettel, nem kell letörölni, és akkor jöhet újra a mágnesezés. És besatcolok ide egy ilyen középre, egy ilyen szemecskét, de majd mindjárt mutatom, csak nem akarom, hogy elmásztam, úgyhogy megköttetem. Közben ez kész lett. Hát ezek olyanok, mint az effektek, hogy amerről fordítod, onnan jön elő a szín. Ugye ez már itt kisült. T2 odor lesz is megfelel, szerintem a megfelelni a T2 odor, lesz -e megmondom, megmondom szintén nem próbáltam, de szerintem megfelel az is. Ha véletlenül nem lesz ilyen hatású, mint az enyém, akkor, akkor ajánlom ezt inkább. <laughs> Oké. Okay. Jó, megkötettem, nem mutatom, figyeljetek. Megpróbálom úgy, látjátok? Egy ilyen középre lett egy ilyen szeme. Ennek a jó kis mágnesnek, ezt nagyon szeretem, mert amerről billegtetik, arra megy. Jó, erre is teszek egy sor toppot, a fél perc után, hogyha topot topra teszel, akkor nem kötteted ki teljesen, tehát mindenképpen egy 15 másodperc, vagy egy 30 másodperc után kerüljön rá, mert nem fog összetapadni, és be fog repedezni esetleg, jó? Tehát fél perc. Brutál jó szerintem is. Na, jön a következő, nincs vége. Ezt a mágnes most elfelejtem, jön egy újabb történet, szintén egy top, Fekete alapra. Jön egy kis pigmentpor. Belesimézzük a topba Hát én ezt nem tudom, hányat kilakkoznék vele annyira jól nézni, hogy így szépen terül ez a porocska. Úgy. Ne legyen túl kevés a top de ne is legyen túl sok, hogy legyen azért ö Helye neki mozogni. Majd jön a másik mágnes, ez a Multi. Ezt is biztos ismeritek. Ez a két végű. Az egyik oldalán van ilyen SS felirat, a másikon nincsen semmi. Ez az SS, ez ilyen S betűtő csinál nekünk ide a mintánkra, és én ezt így keresztbe ráteszem, és akkor Picit elfordítom, hogy legyen azért. Jó, mutatom, mindjárt csak megköttetem egy picit. Jó, még mindig nem tudom az árakat, de a weboldalom fent van. Gabi. Jó. Jöhet vissza, közben a cica szám meg lett. Jó. És itt van az ss történetünk is, ez is olyan effektes, hogy amerről mozgatom, és akkor itt látjátok, hogy egy ilyen S betű van benne, ezt is bevonom egy toppal, Úgy, és mehet ide vissza egy percre, ami végleges. Jó. Na, nincs még vége, csajok jön a következő, megint egy alap, ebből a kultopból, a blackből, egy, veszek egy pici port, ezt ide felteszem, és így szépen le simizem, ez azért nem olyan bonyolult, egy zselés, egy csettel, szépen terül, nagyon könnyű használni, úgyhogy igen, mágnesezés nélkül is jól néz ki, majd azt is meg fogom mutatni. Ez kicsit ilyen szemcsés így, de brutál jó szerintem. Ugyanúgy tudtok rá díszíteni, vagy bármi. Na, várjátok már itt most a mágnesek egy külön életet élnek el, amit nem gondoljátok. Összeragadtak. A s-es mágnesemet használom még mindig, ezt az SS oldalát, a másik egy sima egyenest uh, csinál. Az SS végét, az ugye előbb így helyeztem föl, hogy az S betű felé Most úgy fogom felhelyezni, hogy elfordítom így oldalra, és így teszem ide. És akkor lesz nekünk egy ilyen keresztünk. Ez sem rossz szám. Azért tehát, ahogy így van az S, elfordítom. És ez a vékony éle van föld, és akkor így lesz ilyen kereszt könnyű mostni az ecsetből ö, ugyanolyan, mint egy ö, mint egy színes zselét, tehát olyan ecsetet használjatok hozzá, vagy olyan ecsettel ö, dolgozzatok, amit a színes zselékhez szoktatok, mert azért a, nyilván ezek a pigmentporok, ezek ugyanúgy beleívódnak, mint egy csillámos zselénél vagy valami, ezt az ecsetet most már a színes ö, zselékhez, pigmentekhez fogom használni, mivel össze összemágneseztem. Itt van a kis essünk, megkötött, és akkor jön a keresztes történetre a Master Cool Black Top. Egy picit nekem jobban tetszik így, hogy van rajta még egy vizes hatás, mert így kicsit jobban kiemelkednek ezek a, vagy ilyen térben kicsit jobbak lesznek ezek a kis szemcsék. Fent lesz a link az anyagokról, mindig fent van, igen, és még a hírlevélbe is ástok küldeni következő héten, úgyhogy mindenhol is ezt fogjátok látni, és én fel fogom tenni majd a szakmai csoportba a felhasznált anyagokat a végén, meg, a, meg hogy miket fogok csinálni a szokásos. Azt már azért tudjátok, gondolom. Jó, akkor én most ezeket itt leszedem és felteszem az újakat, mert már nincsen többi ilyen nyelesem. azt áthelyezem. Mire jó? A nyomda fejnek a lemeze, lehúzója, erre fogom rátenni a elkészült tipjeimet. Most ő egy ilyen bemutatós lesz a kis jó, ide szépen fölteszem. És akkor ez lesz nekem most a... Ez a nyomdafejhez van ez a lehúzó. Elkészült közben kisült ez a keresztes és Ezt is ide teszem. Úgy szépen. Remélem ez így jól látható. Ide teszem nektek, hogy nézegessétek addig. És akkor, hát ezt nem fogom kihagyni, mert ez a kedvencem, szerintem a legcukibb, ami a mágnesezéssel történhet. Úrsai horvát, 381-es a, 381 a géllak Megint egy top. Jó, nem foglak már sokáig untatni ezekkel a top pigment pors a verzióval benneteket, de ezt még higgyétek el, hogy megéri, és akkor azt mondjátok, hogy na jó, ezt az egyetből oké, okay. szépen ne kapkodjunk, hogy finoman, én sok egy kis kedvencem, igen, már mindenki tudja, hogy a 381-es három ez már a beakék, ha a valamelyik üzletünkben vagy valahol viszont élitek, a már kéritek, beakéket szeretnétek, szerintem már mindenki tudja. És a másik kis mágnesünk, az nagyon cuki, ez a kis rózsaszín, kis virág van a végén, ilyen kis golyókák. Álmotokból felkeltve is, hát igen, <laughs> Veronika KB. Jól van. Na szóval itt ez a kis, én kis kedvencem megint nem gondoltam, nem hagyom ki, ezzel is kipróbálom, ez a kis virágos mágnes, én ezt nagyon szeretem, és akkor ugyanúgy ezzel a kis virágos mágneset, mágnessel is ide fölé tartom, és akkor ilyen kis virágokat fogok bele mágnesezni, cukin. Még egyet ide, nagyon szeretem ezt a kis mágnest, amióta csak van, mindjárt megkötöttem és akkor mutatom, jó? Nem beszélek sokat, nehogy a nehogy aztán elfussanak ezek a mágnesek, pigmentek, úgyhogy ti is azt csináljátok, hogy ne engedjétek, hogy a vendég nézegesse, egyesével csináljátok, ne engedjétek, hogy sokáig nézegesse, hanem egyesével szépen részköttetést csináljátok, és akkor majd utána megnézi. Mert akkor szokott szépen így elterülni, amikor Nézegeti még a vendég, Na, itt van, csináltam egy részköttetést, szerintem elég jó ez a kis virág is, látjátok? Olyan cuki, nekem ez a kedvencem, ez is, mondhatnám inkább így. Jó, jön rá ő rá is egy top, de akarjátok mattoppal is elkészíthetitek, mert úgy is über cuki, de én most a fényét akartam, most ilyen csillogós volt kedvem, érdekes pedig én a mattot jobban szeretem. Nagyon szeretitek a 381-es örökbe, be a kék is. Ferenci Benedek. Már meg a gyerekeim azok folyamatosan trollkodnak a másik szobával, de ez imádom. Na, hogyha ilyen furcsa üzeneteket láttok, akkor előre én kérnek elnézést. Oké. Okay. Na és akkor még van itt valami, hogy mindenképpen még ennél a pornál maradjunk, hogy ugye hogy ez metál, ugye az is a neve hogy metál egyes és uh, keresem. Viszont a metal porokat, hogyha tudjátok, vagy használjátok, ugye sokféle metálporunk van, és lesz is még, úgyhogy készüljetek, mert még a műholdról is látszódni fog, annyi metálporunk lesz. Ö, azt ö, szoktuk ajánlani, hogy a Master Shine Top az a top, amikkel a leg, legjobban így bele lehet dörzsölni, és a legfényesebb lesz szerintünk. De aztán próbálkozhatok a többivel is. Én most a Master Shine-ra áttérek a biztonság kedvéért, mert ezt, ezt hogy, tuti, hogy működik. És ebbe fogom beledolgozni, még ide teszem a kis virágot, beledolgozni. És akkor itt van egy ilyen szettünk megmutatom az egészet egyben, hogy ezek lettek ezek a mágnes az ős. Akár fordítom, látjátok, egy-egy ilyen kis szigetecske, meg át, imádom, ezeket az effektporokat, meg a lakkokat is. Marszom. <laughs> Fiam, valami másik csoportba kéne írogatnod. Jó. Oké. Okay. Tehát Master Shine Top egy rétegben, ugye a feketére fölviszem. Vihetnénk ezt más színre is, de a fekete hozza ki a legjobbat. Ezeket a sötét porokat uh, nem nagyon uh, érdemes ilyen világosokra, de lehet próbálkozni, kinek mi. Ezt, vissza, ezt viszont megköttetem, mielőtt ráteszem a port, egy percig köttetem. Tehát egy perc a köttetés ideje a topnak, ezt teljesen kiköttetem, az a lényeg. Jó? Oké. Okay. Master Shine a legjobb évi, szerintem is. Én is azt szeretem. Oké. Okay. Na. Akkor ez még köt. Akkor Hát el kell, hogy mondjam, hogy azért uh, most így, hogy home office uh, csináljuk ezeket a videókat, hát mindig elmarad valami, amit hiába írunk, kétoldalas listát, mindig elva és három napig uh, hurcoláztuk haza a dolgokat, valami mindig elmarad, ami természetesen most is, azon kívül, hogy a jó kis zselés egyszerűen, mert be kellett áldoznom most a porra, uh, így uh, a pigmentpor applikátor is elmaradt, úgyhogy marad a történet, hogy az ujjammal fogom fölvinni, ami régen is azzal vittük föl, amikor nem volt, nem volt applikátorunk, de vannak ezek a kis pigmentpor applikátorok, mint tudjátok, mint a a szemfestékhez, tulajdonképpen is van mindenféle egy darabos, két darabos, nem tudom hány darabos, azzal szépen föl lehet és akkor nem lesztek nyakig a pigmentporosok. Na most ez nekem ezt nyilván nem hoztam haza, úgyhogy marad az ujjammal történő pigmentporozás, de én megmondom őszintén nektek, hogy én úgy gondolom, hogy ezzel a legfényesebb én próbáltam a szilikonecsettel, én próbáltam a, az applikátorral, fölteszem azzal, és akkor utána így szépen áldörzsolom az ujjammal, és akkor egy ilyen tökéletes pigment lesz. Na nézzétek! Tehát ugyanúgy használjuk, mint nézem az oldalát is, ugyanúgy használjuk pigment porként, és nagyon szépen. Jó? ilyen lesz. Ha esetleg úgy érzitek, hogy van fölösleges, akkor igen, a szilikonecset is jó erre, de most az sincs itthon. És akkor jön rá a Master Shine Top. egy rétegben, és akkor ez szépen ki fogja emelni ennek a pornak, ennek a mágneses pornak, magnet metal pornak a fényét, és akkor ezt is egy ilyen egy percre berakjuk. Na, ez eddig oké, és ugye? Fülpucoló pálca fogalmam sincs, hogy jó erre. Én az ujjamat jobban szeretem, az mindig kéznél van, de próbált ki. Köszi, hogy tetszik. Oké, okay. szerintem is eléggé brutál, jó. Nem rakom azért túl messzire, mert még fogok ezzel. Csak rátekerem, fogok ezzel még díszítést mutatni. Mindjárt ebből most ezt a szemes tippemet, amit elkészítettem előre, ezt elfogom venni, és ezt fogom tovább díszíteni. Melyik por ez? Lemaradtál, Edina, akkor biztos az elejéről. Ez egy uh, új uh, mágneses pigmentpor. Metal 1-es. Magnet metal 1-es a neve, ha jól emlékszem. Jó, vissza tudod majd nézni, meg tudod nézni, hogy milyen kis cuki, és így ugye teljes felületre is tudjátok használni, ezt is uh, tovább tudjátok díszíteni ki, hogy szeretné de akár így is lehet hagyni, ugye az éleket azokat jól zárjuk le, hogy a pigmentporok azok le legyenek fedve. Ezt most levázom, és akkor folytatom, ezt is ide teszem a többihez, ide fér, oké, okay. nos, én is az ujjammal szeretem, mert figyelj, ez mindig kéznél van, azt nem felejted bent az üzletbe. Jó. Na, ide tettem ezt, a kis szemecskét. Mivel, hogy ezt én már le, ö, fixáltam ugye fényesre köttettem ezt a, a, a tippet, így egy picit ö, igazából, ö, ha... Úgy gondoljátok, de én nem gondolom úgy, mert nyomdázni fogok rá. Tehát erre a felületre, így a fényes felületre is nyugodtan lehet uh, uh, rá nyomdázni a nyomda zselénkkel, ugye ami a stamping art, uh, stamping art zselék. Ezt fényes felület is tökéletesen meg fog tapadni, nem kell alágbuferelni, nem kell bevonni, nem kell vele csinálni semmit igazából. Jó, tehát nagyon egyszerű oda fog tapadni, és én megkeresem azt a mintámat, amit most bekevertem ide a a lemezek közé. Ez a 35-ös lemezen lesz. Jó, ezt itt hagyom, ezt az alátétet, mert megint is mindent össze fogok vele kenni. A kettő az egyben folyadékkal, hova is tegyem már, hogy elférjek tőle. Kettő az egyben folyadéka. Általában feketén mutat jól Gabriella, de kipróbálhatod fehéren is. Nyilván nem lesz az a mély hatása, egy picit ilyen világosabb hatása lesz, vagy bármilyen színre föl lehet tenni. Attól függ, hogy milyen színt tesz a lalá, egy picit azért módosítja a színét. Legjobban mi ezeket a sötét porokat, ezeket mindig ilyen sötét alapon szeretjük használni, mert így a tutik. A kettő az egyben folyadékkal, ugye áttörlöm, most figyeljenek, akik nem voltak itt a múlt órán, áttörlöm, ugye a kettő az egyben az acetonos folyadék, ezzel tisztítom meg a nyomdalemezt, hogy hogy jó legyen a tapadása, illetve ne legyen rajta szősz, zsír, mindenféle cucc. Oké. Okay. A stamping át kettes fekete zselét fogok most használni, ezt a félre, ez egy nagyon jól pigmentált uh, stamping uh, zselék, egy uh, festéshez, indázáshoz, mindenhez is uh, ajánlom, tehát hogy ez tényleg uh, tökéletes, vékony rétegben is tökéletesen fed. Kiveszek egy picit az ecsetemmel, most ugyanezt a zselés ecsetet használom, amit már itt összepigment poroztam, de ez végül is erre van, ráteszem a, a mintára, ez egy picit, picit sűrű anyag, tehát nem fog olyan jól terülni nekünk, mint a ha lakkal csinálnánk, de ugye továbbiutinál mi nem nyomdázunk, csak carving zselével, és, és stamping art zselével, úgyhogy akinek carvingja van, azt is nyugodtan tudja hozzá használni. Jó, fogom a kis lehúzót kis lehúzót, ami ilyen csodás kis mintás és egyszer kétszer lehúzom, kész ott maradt a mintám aztán jön a kis másik kedvencem a kis rose gold nyomdafej amit egy szösztelenítő hengerem átküldök innen is mindenféle ilyen lerakódás, vagy koszmosz, vagy valami Ö, ugye eltávolodjon. Most azért kell csak ilyen szösz hengerrel takarítani, hogy ne sérüljön a a nyomdafejünk, mert hogyha acetonos, vagy, vagy hát jó fixálóval még talán indokolt esetben, de acetonnal semmiképpen ne törőjétek át, mert fel fogja marni, el fogja mattítani, és el fog szakadni. Jó? Úgyhogy hát erre vigyázzunk és akkor fogom szépen a kis mintámat fölveszem vele, akár ezen az oldalon, akár ott látjátok, de elteszem egy picit, és ide erre a kis szemecskére rányomdázom. Nem tudom, hogy mennyire látszik, de ilyen baromi jó hatása van ezzel, hogy rajta van a minta, és mégis alatta ott mozog a mágnesünk, megköttettem ugye ezt felületi díszítésnek csináltam, hát uh, még maradt rajta egy pici ezt ugye eltávolítom a papírtörlöme el, és a szönszengeren áttolom megint és akkor ezzel mehet rá a kupak és akkor mehet vissza a kis tartójába és nagyon jó ez a, ez a, hatás, hogy így a mágneses, a minta, tehát látszik a minta, és látszik, hogy alatta a, a mozog a mágnes. Én nagyon szeretem legalábbis, remélem, hogy nektek is tetszik. Próbált ki, Gabi. Fog tetszeni, szerintem. Jó, addig még köt a, a lámpába ez a stamping zselém, addig kettő az egyben folyadékkal ismét a maradékot eltávolítom, az nagyon fontos. Eltávolítom a nyomdalemezről, nem maradjon semmilyen zselé maradvány rajta, mert hogy véletlenül fénykap kap, az oda bele fog kötni, és nem tudjátok tovább használni a lemezt, amit ugye sajnálnánk. Na itt van. Kisült közben, a kis. Mutatom így közelről. Látjátok? Látszik a minta megközben ott mozog a mágnes, szerintem tök jó, és akkor ez egy egyszerű díszítés, de mégis van benne valami, és ezt ö, fixre köt a, a stamping ágyali, tehát nem kell vele semmit csinálni, fél perc, egy percig lámpázod mert fél perc után is megköt, úgyhogy ez így, ezzel késznek, nyilvánítjuk ezt a történetet. Jó, őt is ide a Többihez. Hát itt van ez a jó kis pigmentporos kollekciónk. Ugye mindent megmutattam, amit lehet. Persze, hogy ő nem akar oda menni a többiekhez, mert ő különc. Mert ő a nyomdás. Így. Na. Jó lett. Nekem nagyon tetszik, megmondom. Őszintén, bármilyen színnel nyomdászhattok rá, nyilván persze, ami látszik rajta. Úgyhogy, de itt szerintem ez a fekete feketével jó, még fehér is jól mutat rajta, esetleg valami világosabb színe, sötét-szürke, egy borna. Oké. Okay. Na, akkor folytatom, mert nincs még vége. Ugye nyomdázunk, nyomdázunk, nyomdázunk. Ugye mondtam nektek, hogy fogom mutatni, hogy minden egyes alkalommal, hogy mivel tudunk. Nyomdázni még. Most uh, azt fogom nektek idehozni, ezt itt elfordítom. Hát, hogy kevésbé nyomdás. Oké. Okay. Hogy hogyan tudunk uh, még mondjuk egy vizes hatást uh, elérni nyomdázással, azért nem azon kívül, hogy a vízcseppes motivumot <laughs> nyomdázom rá, de ez még önmagában nem elég nekem. De azért segít. Na nézzük. Áttakarítom ezt a nyomda lemezt is. Jó. Szintén egy sötét alapot választok. Ugye, ami itt nekem már el van készítve, maradok a jól bevált fekete tippemnél, ennél a díszítő tippnél, tehát egy fekete alapra fogom rátenni. Jó. Picit áttörlöm, ezt előkészítettem, áttörlöm, és erre viszont az elkészült színre egy réteg mattoppot fogok tenni. Tehát ti ezt kigélakkozhatjátok 0,39-szer, vagy bármelyik színes zselével csináltok egy sötét alapot, ami tetszik, sötétebb színeken szerintem jobban látszódik. Itt alig látom, hogy mit csinálok, de az évek meg a rutin. Ok. Egy réteg mattop megy 60 másodpercben a az lámpába, és egy szép mat felületet fogunk kapni. Na nézem addig mit írtatok, csajok. Kipróbál, annyira szuper, már meg is jött. Mi? Az új nyomdag éllak, jó. Annyira szopár, megjött, állom, szép, holnap kipróbálom, fólia plusz zselé is való ö, nyomdázáshoz kitti, természetesen múlt héten a zenikőbe is mutatta. Jó. Úton van, várom, nyomdolom ezt tisztítás, acetonos lemosó is jó a kettő az egyben helyett. Hát, ha nincs más, lehet, hogy jó. Én nem próbáltam, én nekem csak kettő az egyben nem van. Ezt használom, ezt lehet leoldásra is használni, géllak leoldásra, illetve körömlak, lemosásra, Nem nagyon használok, megmondom őszintén, körömlakot, úgyhogy azt offolom, és leginkább a nyomdellemezek tisztítására szoktam ezt használni, de próbált ki. Amiben van aceton, az, az szerintem jó lehet. Festőzselével is működik. A festőzselé az ugye nálunk a stamping art, vagy a painting. A painting-el nem nagyon szeretünk nyomdázni, ez egy picit hígabb történet. Sokkal jobban működik a nyomdázás a sűrű zselékkel. Ugye a karvinggal és a stamping art zseléket ajánlom a nyomdázáshoz. De ha van hozzá ö, ambíciód, akkor próbált ki, lehet, hogy neked tetszik, hát nekem nem tetszett. Na, megvan a mat felületünk, látjátok, csajok. Jó, és akkor jön. Itt viszont most nem mindegy, hogy milyen izértő, mi ez, na mindjárt mondom, Figyelé, illetve géllak használunk. Itt a Master Shine topot ajánlom ehhez a, a, technikához, jó? De aki akarja próbálkozzon mással, én nem ajánlok hozzá mást, mert ez a legsűrűbb és ez a legjobb ehhez. És ugyanúgy fölviszem erre a felületre, amelyik mintámat ki akarom venni. Itt ajánlok olyan mintákat ehhez a vizes technikához használni, ami nem ilyen vékony vonalas, hanem kicsit karakteresebb minták mert azok jobban fognak látszódni, hogy mit is akarunk itt elérni ezzel. Jó, mutatok utána még lehetőséget. Ugyanúgy föltettem, ugyanúgy lehúzom a felesleget, mint ahogy ugye a stamping átnál. és fogom a kis rose gold nyomdafejemet, megkeresem a szösztelenítő hengeremet, és fölveszem a mintát, megpróbálom nektek szemlétetni, hát ha valahogy látszódik, hogy ott van a fényes minta, ez azért a, a átlátszó felületen azért még, akinek jó szeme van, annak is feladja a leckét, majd erre a mat felületre rányomom a mintát. Jó? nem tudom mennyire látszódik majd, de rajta van. Beteszem a lámpába, köttetem egy fél percet legalább, és addig a kis lehúzóra teszek még egy pici master Jó. És egy vékony ecsettel ezeket a tömör kis vízcseppeket megerősítem, hogy még jobban vizes hatású legyen, mert ugye itt ezen a mintán látszódik, hogy picit részt köttetek, kettő-három cseppenként, mert fog, fog folyni, hogyha ugye itt egy picit vastagabban használom, én meg azt szeretném, ha egy ilyen kicsit 3 d hatása lenne ennek a vízcseppnek. Úgyhogy ezeket így szépen türelemjáték. Jó. És köttetem picit, és ahányat hányat akartok, így átrajzoltok. Át, uh, uh, jó? Master Shine toppal. És Master Shine toppal is ugyanúgy lehet a, uh, uh, nyomdázni, ha ilyen fényes mat hatást szeretnétek elérni. Jó? Például ez egy ilyen kis vízcseppes. Ezt most 2001-ben nem letörlöm. Hogy ne maradjon benne semmilyen anyagmaradvány. Közben addig sütögetem a körmöt, és mindjárt mutatom, hogy mi lett belőle, és mutatok még egy másikat is, hogy hogyan lett ez ilyen. Na figyelj, ezt hogy, hogy fogom ide nektek bezumolni, mert fotózni alé nem tudtam sajnos, mert nem nagyon látszódik, de ide tettem ezt a cseppeset, itt van mellette egy másik minta, amit mindjárt megkeresek nektek. Nem tudom, hogy látható-e. Nézzétek. A matt alapon egy ilyen fényes hatása lett neki. Én Nekem nagyon tetszik. Az egyik ez ugye a vízcseppes, a másik pedig ez egy ilyen kerek, amit mindjárt megmutatok nektek, hogy Annál a mintánál tudom is, hogy miért, meg is tudom mondani, hogy miért ezt választottam, mint az előbb figyeltetek. Akkor azért, hogy egy picit, ugye ilyen vastagabb, azt ajánlottam, hogy az ilyen vastagabb és ritkább minták legyenek. például ez is jól lenne, de például ezt, ezt a két mintát biztos, hogy nem ajánlom ehhez a, a Master való vizes technikához, mert nagyon, nagyon sűrű a minta, nem fog szépen, nem fogja kiadni a mintát. És ugye ezek ilyen kis dundi kis karikák, ezek nagyon szépen látszódnak. A másik meg ugye a vízcsap. Tehát ilyenekkel tudtok itt játszadozni. Látszik? Mondjátok, hogy látszik innen, úgy tűnik, mint ha látszod ma. Igen, kék színen is, ö, sötét kéken például, nagyon jó, vagy hogy bemattítasz valami jó, ö, még akár az én körmömön is ott is ö, jó ez a vizes hatás, csak matt alapra, tehát ugye kérlek, mert akkor fogja ezt a, ezt a vizes hatást ö, ugye elérni. Na, ennyi. Szerintem nem bonyolult, ezt bármikor is meg tudjátok csinálni. Na, és akkor még van még egy valami, amit szerettem volna megmutatni, csak most én nézem az órát, hogy akarjátok-e még, megszavazzátok, hogy megmutassak még egy díszítést, vagy mutassak egy meglepít, amivel lezárom majd ezt a műsort, amit tartogattam egy meglepít a végére. Na, mi legyen? Várok. Mutassak még egy díszítést, vagy... Mutassam a meglepit. Na, nézzük, mit írtok. Igen, de mi igen, Nikol? Meglepi vagy díszítés? Mutass! Jó. <gül> <Okay>. <gül> igen, akarjuk, jó. Akkor még nem unjátok. Rendben. Na jó, csajok, akkor csak miattatok, csak most fogok még egy díszítést mutatni, ami szintén ezt uh, fogom hozzá használni. Ugye, maradunk a fényes történetnél. Fekete alap, ha már így. Ezt már meg lehet uh, más alapon is uh, mutassam a díszítést is, megmutassam a is. jó? Na, akkor csak miattatok. Én itt ellennék tízig is, lehet, hogy már csak ketten lennénk Nikola meg Évivel, illetve akkor hárman. Már addigra ti a többiek megunnák. Na, azt mondja, hogy akkor van egy fekete alapom. Ez stím. Akkor lesz nekem egy fekete alapom, Master Shine toppal bevonva. Oké? Okay. Ez eddig stím. Még úgy ment porozok, nyomdázok is. Oké. Okay. Raktam mindenhova. Azt hiszem, awesome. teljesen kiköttetem. Egy perc. Te is maradsz tízig. Jó! <laughs> Jó, csinálunk egy ilyen zárt csoportot, és akkor ott majd esténként körmözünk. Hárman, négyen, akik akarnak, becsatlakoznak. Oké, okay, csajok. Na, tehát köttetem, aztán sajtótott. Visszahozom ezt a kis cuki pigmentport. Jó. Köt még, kött még. Tuti itt lennék. Addig olvasok, hát ha van valami. Mindent is mutat. Jó, meglepi. Jó, hát akik most csak a meglepésre szavaztak, azok most sajnos bepukták, mert meg kell, hogy mutassam a többieknek a díszítést is. Még nyomdázok, nyomdázok, nyomdázok. Jó, várjátok, uksicsajok. Na, itt vagyok. Megköttettem a Master Shine-t a fekete alapomon. Ugye, applikátor hiányában az ujjammal ma a pigmentport. Gyors díszítés lesz, én csak azokat szeretem. Na jó, van, amikor nem. Okés. Hát ez ilyen nagyon jól mutat rajta ez a metal. Felesleget, ha van. Jó, úgy belekarmoltam. Vigyázni ezekkel a körmökkel, mert belekarmolok, akkor lehúzom a felületről. Jó? Ez eddig nem bonyolult, ezt csináltuk, ugye az összes pigmentporral, amit ilyen szép, fényesre akarunk csinálni. Oké. Akkor keresem azt a nyomdalem lemezt, amin rajtuk van ez a minta. Szintén... ah itt van! Persze, a legutolsó volt. A 34-es lemezt kellesz. És őt fogom hozzá használni, egy ilyen kis cukivirágos kis minta. Jó. Áttörlöm. Kettő az egyben folyadék, mert szerintem álmatokba felébreztelek is, tudjátok. Jó, mindenféle szöszmentességet. Megcsinálunk. Fogom a Master Shine toppot, ugye? Azt beszéltük az előbb, hogy ezzel nyomdázunk, mert ez. Kövek a körmömön, a webshopban vannak. Igen mindegyik, majd, hogy megnyomdáztam ezt a mintát, akkor utána elmondom, hogy milyen, amit tudok így fejből, hogy, hogy kiti, hogy milyen, milyen, a kövek vannak rajta. Oksi? Csak most akkor ezt befejezem. Ne csapongjunk össze-vissza. Na szóval aztán sajtok, Ráteszem erre a kis mintára, szépen bele simizem. Ugye itt egy ilyen kicsit folyékonyabb anyag, de én azért a figyelem, hogy az összes ilyen kis mélyedésbe jusson, mert ha nem, akkor az nem lesz annyira jó. Lehúzom most erre a papírtörlőre, vagy alátétre, ami már össze van nyomdázva. Lehúzom, és utána figyelünk rá, hogy ne feküdjünk bele, mint ahogy én szoktam. Csak magamból indulok ki. Hozom a kis rose nyomda nyomdafejem, szösztelenítem, fölveszem a mintát, ott van rajta, szépen körvonalazódik, és rányomdázok erre a kis dzukiságra, és akkor, hát most ezt megmutatom, Reménykedjünk, hogy ott van rajta, oké? Okay? Mert én ezt most nem látom. De majd szurkoljatok. És ezt egy percig köttetjük, ugye, mert a... Jaj, beleakadtam. Bocsánat. A topoknak egy perc a kötés ideje. Jó? Akkor ezt most kisütöm egy percig, ahogy kedves kolléganőm mondta, a sütőbe eltakarítom ezt a lemezkét is ugye főleg a átlátszónál figyelek, hogy mindenhonnan kijöjjönek a barázdából a kijöjjön az anyag. És várom, hogy elteljen az egy perc, addig itt rendet rakok. Jó. És utána ugrik a majom a vízbe. Mi lesz itt ebből, csajok? Hát remélem. Nem fog jó? ugye a székely asztalos, amikor édesapja, vagy a, az apjától kérdeztem, hogy mi lesz ebből édesabám, ebből a fára, azt mondjam, hogy, hogy szekrény, de ha elbasztuk, akkor fogvájú. Na szóval, keresem, itt van, fixáló folyadékot fogok a papírtőlőre tenni, és a Maradékot le fogom törölni vele. Jó? A felesleges pigmentet letörlöm. Nem tudom, mennyire látjátok. És ugye, ahol a, a top volt, ott ott maradt a minta. Na, Nikon, direkt neked toltam ezeket a jadatlan jó humoromat, hogy nehogy humor nélkül maradjatok ebben az élőben is. Látjátok? És akkor ott maradt, ahol a fényessel nyomdáztam, tehát a Master Shine toppal nyomdáztam, ott maradtam, a mint meg tudjátok, fehér alappal is kész csinálni bármire. Nem tudom mennyire, lehet, hogy egy picit bután látszódik, de nagyon szép, amúgy imádom, majd mindjárt mutatom, hogy ugye ja, fölteszem. Fölteszem nektek ide, és mellette itt van, itt, itt van fehérrel, és fehér alappal, nézzétek! Látjátok? Látszódik, remélem. Ugyanezzel a technikával csináltam a fehéret is, talán még jobban látszódik így a kamerában és csak annyi, hogy a Master shine rányomdáztok. Nekem is nagyon tetszik. Na, itt vannak akkor most ezek a kis cukiságok. Ez, akkor ezek, ezeket majd be fogom fotózni, jó? És akkor fel fogom rakni, ahogy szoktam, meg az anyagokat is, úgyhogy, úgyhogy meg tudjátok nézni, Na, kinek melyik volt a kedvence következő alkalommal még bonyolítjuk a, a nyomdázást, most még ilyen kezdő szinten vagyunk, addigra remélem, hogy begyakoroljátok ezeket a történeteket, és akkor következő alkalommal már szeretném egy kicsit megbonyolítani ezt a történetet, ahogy a tanfolyamon is szoktam az oktatásokon, hogy ugye kezdjük az alapoktól, nem építhetjük a háztetőtől a kezdve a házat, hiszen először ott is az alapokat kell megtanulni mindegyik tetszik, na és akkor mit ígértem van -e még valami kérdés utolsó, nagyon jó, szerintem is nekem is az a kedvencem amúgy és ugye bármilyen pigmentporral uh, uh, lehet uh, ezt uh, elkövetni az a lényeg, hogy utána át kell törölni egy fixálóval, és akkor fehéren jobban látszódik de amúgy a feketes az rossz szám talán így kinek mi de ezen jobban látszik. Jól van. Örülök, hogy tetszett, csajok. Na és akkor egy uh, meglepít értem nektek ide a végére, amikor uh, hát, hogy is vezessem ezt föl. Nem tudom. Nem akarom ma magamat így ledegradálni, de amikor a beteg műkör most nem tudja már, hogy mit kezdjen magával, akkor akkor kezdi ezt el csinálni hogy a mindenhova is nyomdázzunk, hát ugye nekem ö, ö, nagyon a, a szívem csücske ezek a ezek a nyomdák, és ugye lesznek majd olyan mintáink is, amik ö, ilyen, hát most nem azt mondom, hogy én találtam ki, de én ö, ragaszkodtam hozzá, hogy ilyen is legyen, azt is majd szerintem a következő alkalommal már meg is lesznek, úgyhogy ezt be is fogom nektek ö, tudni mutatni. Most meg megmutatom nektek azt, hogy én mit műveltem az én tartómmal, mert ugye természetesen a kéket kivettem magamnak, úgyhogy ezt most már az enyém lett. Úgyhogy fogtam ezt a kis masztartómat, és rányomdáztam egy ilyen egész alakos nyomdát, ami hamarosan kapható lesz. Na most ezt úgy nézzétek, hogy ez még nincs kész, mert sajnos jönnek a lájkok. Oké, okay. köszönöm. Sajnos nem volt időm befejezni, pedig nagyon igyekeztem, de nem, tehát ma kellett volna ezt befejeznem, de nem volt időm. Még egy pár, pár indát és pár követ, amivel sajnos az lesz, majd be fogom fotózni, és berakom nektek a csoportba, jó, a szakmai csoportba, majd hogy odáig jutok, hogy ezen annyi kő lesz, hogy szerintem a nyomdalem ez nem fog látszódni. Mert ahogy ismerem magam, nem fogok tudni leállni vele próbálom, hogy csillogjon. Tehát rányomdáztam erre a, a max, ö, tartóra, úgy csináltam, így teljes felületre, tehát, hogyha máshova is szeretnétek nyomdázni, mint körömre, hogy egy picit alábufiztam. Köszi, Lorén, hogy tetszik, alábufiztam, és akkor tökéletesen, ugye, ráragad, illetve ráköt a stamping Gél. ugye aztán így részenként így dugdostam be a lámpába és akkor itt jöttek a kövek ugye visszatérve a visszatérve a, a kövekre majd elmondom ugye hogy ez mind a webáruházban megtalálható nem tudom most nektek mindegyiket szemléltetni de a kedvencemet ezt a dark blue mixet ugye ami minden méret van ezt meg tudom nektek mutatni ez a kék, ez olyan színű mint a körmöm ez van rajta Ebben mindenféle méret van, és akkor ezt fogom még itt-ott itt kirakosgatni vele, meg ugye a kis leveleket is, meg minden is. Itt vannak ezek a cseppformájúak, ezek is mind megtalálhatóak a, a webáruházba, akkor ugye ezek a kis szórógyöngyök, akkor a fémdíszítő, ugyanúgy megtalálható a körmömön, amik kövek vannak, ugyanúgy megtalálható itt ugye az opálvájt, nevezető szintén ilyen uh, strass mix, ami most akciós is, uh, uh, ráadásul ezek uh, vannak rajta, a szórógyöny mix van rajta, amiben minden méret van, és akkor itt a kék, ez a kicsit türkiszes kék, ő pedig az akvamarin színű, az is egy nagyon szép beás kék. és akkor ugye a sötétkék, és ez a, ez a csepp is, uh, van, ő pedig egy ilyen borítékos szertben, de a, várjatok, itt van, ilyen, ebbe van a csepp, látjátok, pont itt van, ezt raktam bele, úgyhogy mindent meg tudtok a, a webáruházban találni, és ezt jól emlékszem, akkor ezek a straszt ezek most még úgy láttam a hírlevélben, hogy ezek akciósak is, jó? és akkor ezt fogom majd folytatni. Még azt megmutatom, hogyha még úgy sincs ez a nagyméretű nyomdalemezünk, de hogy mobil hátoldalát és tokokat is lehet díszíteni, igen. Én megmondom őszintén, hogy ez az ötlet onnan jött, hogy a múlt héten, vagy nem is tudom mikor, vagy a hetekben, tervezgettünk ezt azt, határidő naplókról beszéltünk, mit tudom én, és mondtam, hogy régen, amikor én elkezdtem dolgozni, akkor örültünk, hogyha három színű határidő nap volt, nem volt ilyen mindenféle virágos, meg dimenziós, meg domború, meg kiskacsa, meg atya úristen, minden kisztica, meg mindenféle virágmotívum, jobbnál jobbak vannak, ugye ti is látjátok, annak idején én 30 évet ö, dolgozom, hát annak idején ö, a szakmában, annak idején volt három féle, volt piros, kék, meg talán zöld, és akkor egy kéket ö, sikerült kapnom, egy sötét kéket, nagyon örültem. És akkor én mindig ö, valamit csináltam, ö, kidíszítettem a határidő napomnak az elejét, akár egy ilyen kontúrmatricával, ugye mindig feldobtam, köveket ragasztottam rá, vagy ö, kifestettem, vagy valami úgy, hogy ezeket... Ö, ugyanúgy lehet használni, és akkor innen jött az ötlet, hogy vannak ezek a, vagy lesznek ezek a nagyméretű nyomdalemezek, és akkor ezeket lehet, majd a következő alkalommal fogok nektek mutatni, hogy hova még, és mit lehet vele csinálni. Nagy napszemüveg, igen. Tehát, hogy ez, ez, és kőragasztóval ragasztom rá, tehát az teljesen jól bírja, és akkor ebbe is ugyanúgy ugye beleférnek a kis természetesen képszínű színű maszkjaim, meg ugye a szokásos toemjut is, tehát ezek a maszkok is beleférnek, a, ami ezek a szivacsosok, nem csak ezek a, ezek a gumis történetek. Úgyhogy én ezt, a, ezt fogom majd folytatni, még rakok rá egy 8 900 ezer követ, és akkor meg fogom majd nektek mutatni, hogy hogy sikerült, de akkor valószínűleg nem alszom. Jó, és van ehhez kifejezetten, ha van majd ilyen szándékotok, ezt, igaz, hogy ez hamarabb meglett, mint a lemez, van egy ilyen hatalmas nyomdafejünk. Látjátok? Ezt, ez kapható már, már azt hiszem több mint egy éve. Ez egy hatalmas nagy szilikonos nyomdafej. Nem tip tartó meg semmi, tehát itt van, itt van a, ez a szilikon rész. És akkor ezeket, ezeket a nagy teljes lemezt le tudunk vele ugye nyomdázni. Ez pont akkor, ahogy ráfér a lemez. És akkor ezt ezzel készítettem, tehát fölveszem, és akkor ide átnyomom az egész felületet. Tehát ez már, a, ez már egy ilyen felsőfokú <laughs> nyomdázási tanfolyam lesz. És ezzel a nagy nyomdelemezzel készítettem át, de legközelebb ígérem, hogy be fogom ezt is mutatni, hogy hova tudunk még nyomdázni, még a homlokunkra is, jó? Medványám, na hát, az meg milyen, 900 ezer, hát majd megszámolom, azt szerintem lesz annyi, mert én az a baj, hogyha egyszer elkezdek kövezni, akkor nem fogok tudni leállni, és akkor még a szólógyöngyökről nem is beszélek, tehát ilyen dupla szemüveggel fogom ezt majd csinálni szerintem, Na csajok, ezt akartam itt a végére nektek megmutatni, a kis bling-blinges kis tartómat, és akkor kreatívságra fel, és akkor küldjétek majd, hogy mit készítettek. van még valami? Fel se fog szaktam, mert nyomdával, igen, és uh, tanúsítványjal lehet jönni, nyomdázni. Jó? Hát, lányok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Remélem, a jól szórakoztatok, tudtam nektek újat mutatni. Egy picit úgy érzem, hogy néha nem voltam annyira összeszedett, de annyi mindent akartam egyszerre mondatni, hogy ez így nálam egy kicsit az agyam kicsit hamarabb van, mint a beszélőkém. És akkor így néha így azt veszem észre, hogy így mm, nem egyezik a kettő, tehát már hamarabb kimondom, mint a, vagy hamarabb gondolom, mint amit kimondok, vagy hamarabb kimondom, amit gondolok. Úgyhogy de remélem volt értelmezhető volt. És mobilra köszönjük. Én is köszönöm, csajok. Keddenként uh, itt leszünk. Jövő héten nem tudom, hogy melyik kollega, nem megmondom őszintén, de, de valamelyikünk lesz. Én szerintem négy hét múlva ugyanúgy uh, kerülök sorra, úgyhogy addig próbálok nektek a mindenféle jó kis nyomdát hozni még, és plus plusz plusz technikákat, úgyhogy addig gyakorolni ezt az alapot, jó? Köszi, Lorin, hogy jó voltam ma is. Rég láttal a kemélem, jól vagytok. Ilyeti körömre való nyomda Hát, hogyha Gabriella szerzel egy ránnyomnázom én a körmére is, vagy mindenére is. Köszönöm szépen, lányok. Jó volt. Sokat tanultatok. Örülök, hogy itt voltatok velem kemény mag, és mindenki. Úgyhogy jó munkát, lányok, és tartsatok ki. Nem soká tavasz van. És akkor várunk minden kedden, hétkor benneteket szeretettel. Sziasztok, küldöm majd a képeket a szakmai csoportba, jó? Puszi!